A műsor főtámogatója a Gundel étterem. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. A 90-es évek óta szerves része a magyar komoly zenei életnek. Zongoraművész és zeneszerző. Harangjátéka páratlan és egyedülálló a világban. 2003-ban alapította a Magyar Zongora Akadémiát, amely azóta is fiatal komoly zenészek tehetséggondozásával foglalkozik. Összművészeti koncertszalonja, a Kárászi Szalon harmadik éve várja a kultúrára éhezőket. A Lillás reggeli mai vendége a mindig mosolygos Kárászi Szilvia. Szoktál általában reggelizni? Ez teljesen változó. Volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem, és aztán egy életmódváltás után, amikor esténként már nem nagyon ettem, akkor reggelenként bizony éhesen ébred az ember, és igazából nagyon jó tényleg, tehát ez nem egy csacsiság, hogy reggel kéne a főétkezést tartani, mert akkor valahogy az egész napod energiaadósabb, főleg, hogyha olyanokat teszel, ami... Ó, most is kapom valami finomat, úgy látom. Lehet, hogy jól találtuk ki ezt, hogy Lillás reggeli, hogy reggelizünk együtt, mert legalább szépen elindul a nap. Egyébként pont amikor nagyon szépen köszönjük a veled való beszélgetésre készültem, és ugye néztem az interneten az információkat, és akkor benne volt a Kárászi Szalon, és akkor elképzeltem, hogy na, a Szilvi biztos az a tradicionális típusú hölgy, aki pontosan azért teremtett maga körül egy ilyen szalon típusú hangulatot, mert egy picit a régmúltba képzeled vissza magad, és szerintem ez a Gundel helyszín, ez pont olyan, ami a te lelkivilágodnak valamilyen úton-módon passzol, vagy valaminek megfelel. Nagyon szeretem a Gundelt, hozzá kell tennem, és tulajdonképpen a szalonnak és a Gundelnek is van egy kapcsolódása, mert Gundel díjat kaptam a szalon létrehozásáért, ez 2010-ben volt, és mindig nagy örömmel jövök ide. Egyrészt elképesztő kulináris finomságokat ettem már itt, úgyhogy nagyon szívesen jövök, mint vendég is. És hát a szalonomhoz megmondom, a Gundel díj kapcsolódik, ami nekem mindig kedves, hogyha ide jöhetek. Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert az én szalonom az tulajdonképpen egy kortárs szalon. Tehát te most gondolom a hagyományos szalonra gondolnál. Természetesen nekem is vannak a családból megmaradt nagyon szép csillárjaim, antik bútoraim, de alapvetően úgy gondolom, hogy egy szalon akkor igazán izgalmas, ha az kortárs művészetet mutat meg. Tehát, hogyha belegondolsz, nagyon sok olyan szalon van, ahol természetesen klasszikus zenét játszanak, tehát ez az igazi szalonzenélés zajlik, amikor Beethoven, Mozartot, Haydnt, vonós négyesek, vagy kamarazenéket lehet hallani, de én ennél sokkal izgalmasabbat szerettem volna létrehozni. Nekem mindig az járt a fejemben, hogy végül George Sand idejében, amikor az ő vendégei Chopin és Liszt volt többek között, akkor ők voltak a kortárs művészek. Tehát ők sem régi zeneszerzők munkáit, műveit játszották, hanem elsősorban a saját műveiket. És én abban reménykedem, hogy aki eljön az én szalonomban, az napjaink Chopinjeivel és Lisztjeivel találkozhat, mert úgy gondolom, hogy ennél izgalmasabb. És egy ilyen családi légkörben tudod, mert végül is ez az én családi lakásomban lett átalakítva. Így jött létre a szalon. Régi vágyam volt egyébként nagyon, és mikor a szüleim meghaltak, akkor egyik hajnalban ébredtem tulajdonképpen arra a gondolatra, hogy miért keresek én helyszínt, amikor itt van ez a gyönyörű lakás, ezen nagyszerű helyen, a Szent István Parkban, és akkor úgy alakítottam át, édesanyám halála után, hogy egy pici auditoriumunk van, nem nagy az egész, de nagyon szeretnek jönni az emberek. Hát nem csodálom. És ez nekem egy óriási öröm, és tulajdonképpen nagyon sokan halva született ötletnek találták. Mikor meséltem, emlékszem a kezdetek kezdetén 2008-ban nyitottuk meg nem hivatalosan, és aztán 2009-ben a Zene Világnapján hivatalosan, mert annyira elterjedt a híre, és olyan sokan mondták, hogy szeretnének jönni, hogy végül is így tulajdonképpen a kényszer és az érdeklődés vitt minket arra, hogy megnyissuk ilyen értelemben a nagy közönség számára is a kapuinkat, és ez most már negyedik évadunk, és tényleg nagyon nagy boldogság, mert az emberek nagy szeretettel jönnek minden egyes témának, mert nálunk kiállításoktól kezdve koncerteken át, különböző irodalmi esteken, például Szakonyi Károly 80 éves születésnapját is többek között nálunk ünnepeltük, tehát sorolhatnám annyiféle is, olyan sok rétű
a palettánk tulajdonképpen, és így a, érdekes módon a közönségünk is úgy alakult ki, hogy mindenki a megfelelő érdeklődési körének valót látogatja. 2008, és mondtad, hogy nagyon sokan halott ötletnek találták az egészet. Igen. Most ugye ez egy modern találkozóhely a művészvilág és a művészet iránt érdeklődők számára. Ezek szerint, ahogy mondtad, hogy kortárs. És amikor én kortárs, tehát ezt a kifejezést hallom, hogy kortárs, és azt mindjárt majd segítesz helyre rakni, akkor mindig frászt kapok egy kicsit. Mert ugye pláne az zenében... Hallgathatatlan kategória. Szóval nagyon sokszor jártam én is olyan kortárs előadó művészeti produkciókon, amin úgy elgondolkodtam, hogy vajon, amikor ugye Bach, Schubert vagy Bartók volt éppen a kortárs, akkor is hogyan fogadták az ő zenéjüket, hogy vajon ezeket a zeneműveket, amiket mi jelen pillanatban még nem tudunk értelmezni, én kimerem mondani, hogy nagyon sokat élvezni sem, akkor ennek hogy találunk helyet és értelmet a te világodban? Tehát te hogy állsz a kortárs zenéhez, és most itt tényleg az elvolt kortársról gondolom, mert van olyan, ami tényleg itt egy plim, meg ott egy plim. És akkor utána igen, meg valami ízé, és erre, igen, tehát mert ezt mondjuk kortársnak, ami, igen. Igen, van egy pejoratív hangzás, és természetesen, hogyha eljönnek ott a számomba, akkor nem kínozni szeretném a közönséget. Ezt befogyasszál nyugodtan. Köszönöm szépen, Nem éhezni hívtam. Igen, meg megérkezett a kávénk is, igen, és azért az emlélek. Fogok, még egy picit várok szerintem, és a kávékámat fogom megérni. Szóval... természetesen igen, a kortárs zenének, ahogy az előbb is mondtam, van egy, de sok ember félelme egy kortárs hangversenyre, és én sem ebben az értelemben használom. Aha. A kortárs szónak talán ez a legelterjedtebb értelme, de én olyan értelemben használom, hogy a jelenben élő művészek, és azért nagyon sokféle hang van, tehát nem csak a... Egyébként ez egy nagyon izgalmas dolog, mert a kortárs zenének van egy olyan szegmens, amelyet tényleg hát olyan kiválóságok képviselnek, mint Kurták Györgyligeti, akik világhírűvé váltak, ami tulajdonképpen a zenei struktúráknak és formáknak és ötleteknek és az ezen belül való megfogalmazásnak zseniális példái, de valóban néha ez a hallgathatóság határait súrolja. De vajon miért találják ki erre? Hát, ja, hát Kurtáknál is, hogyha már említetted őt, vannak egyszerűen zseniális művei, igen, és tényleg vannak hallgathatatlan, vagy számomra azok értelmezhetetlen művei. Azok között is nagyon sok zseniális, csak nagyon sokak számára az értelmezhetetlen, vagy túl modern, vagy felfoghatatlan, igen, vagy teljesen más világot mutat fel a számukra, ami nekik nem kommunikálható. Tehát tulajdonképpen a zenehallgatást is kéne tanulni, tanítani. Hogy egyébként ez a zenehallgatás, én Istvános növendék voltam, igen. Istvános diák, és ugye ott volt az István zenekar, és a zenekarnak voltak mindig hangversenyei az akadémián, minden hónapban. És előtte minden osztálynak, tehát volt egy nagyon szép díszterem, és előtte minden évfolyamnak tartottak zenehallgatást. Tehát bemutatták a műveket, a keletkezésüket, igen, mit tudom én, most itt a Léprelud jutott az eszembe hirtelenjében, hogy mai napig csengenek Záborszky tanár úrnak a szavai, ahogy mesélt a Léprelüdről, a versről, magáról, a történetről, és már úgy mentünk az akadémiára meghallgatni a művet, hogy tudtuk, hogy miről szól, hát egész máshogy fogadja be az ember. A szalomban van ilyenre is lehetőség? Vagy ezt megpróbáltad megteremteni? Hogy értelmezni lehessen akkor egy-egy művet? Számomra és az életem meg a sorsom így alakította, hogy én mindig összművészetileg gondolkoztam számomra, ez mindig nagyon izgalmas volt, és mindig, tehát minden valahogy ebbe az irányba sodort. Tulajdonképpen az első lemezemtől kezdődően, ami Muszorszky kiállítás képei volt, és a különböző tételeket ő festmények alapján komponálta, és mi akkor, amikor a fotográfiának és Muszorszkynak volt a 150. Éves évfordulója, akkor így visszafordítottuk ezt a folyamatot, és fotókat. Tehát végülis egy fotóalbum, egy művészi fotóalbum volt maga a lemezborító. Ez volt az első ilyen összművészeti munka, és aztán valahol mindig az életemhez kapcsolódott egy újabb művészeti ág, és ez az, ami a kortárs művészeteknek a jelenkori izgalmát a leginkább számomra megfogalmazza, hogy úgy a képzőművészetben, mint a táncban, mint a színészetben, mint egy szöveg elmondásában, vagy a költészetben, vagy az irodalomban, vagy a zenében,
Nagyon-nagyon sokféle hang van, és én magam is tulajdonképpen folyamatosan ebből kísérletezem, ha az összművészeti munkámat nézem, hogy milyen módon tudok egy olyan komplex élményt nyújtani a közönség számára, ami a mai korunkat, tehát ezt az elképesztően dús lenyomatot, amit mi minden nap élünk, hogy hogy lehet ezt manapság úgy megfogalmazni, hogy ebben a vizuálisan elképesztően dús világban, tehát vizuálisan és hangzásban, képben, és egyáltalán minden színpadi elemében a művészeti alkotásnak valahol olyan élményt nyújtson, és olyan egységes, komplex katarzist hozzon létre adott esetben egy előadáson belül, ami által valahogy megmerítkezhetnek abban, hogy mit jelent. És én egyébként én kifejezetten egy posztromantikus alkat vagyok olyan szempontból, hogy most nemrég voltam Műpában egy hangversenyen, és tulajdonképpen annak is egy ilyen romantikus utóérzése is volt, de például az is nagyon izgalmas szerintem, hogy nagyon sokféle műfajt megpróbálsz egy estén belül megmutatni, mert aki mondjuk nem hallgat jazz koncertet, aki csak klasszikus zenét hallgat, és aki egy koncerten belül kap nagyon sokféle hatást, az egy rendkívül izgalmas dolog, és a mai világunk ezt lehetővé teszi, hogy egy ilyen eklektikus, dús, mégis bizonyos pontjain tökéletesen letisztult művészi világban tudjon úgy, ahogy mondom, megmerítkezni és valamilyen szinten testközelivé és szellemközelivé válni. Mikor tudatosult benned, hogy művész leszel? Vagy előadó művész? Hú, hát ez egy érdekes dolog. Mert a művész szívén az, gondolom, mindenkiben benne van egészen kiskorától kezdve. Ez egy érdekes dolog volt, mert hát először énekelni kezdtem, a Balaton Széplaki Nyaralónk kútkávája volt az első színpadom. Megtanultam minden nagyobb slágert lehet mondani, ami akkor, és a szüleimet és a családot szórakoztattam, és akkor valahogy úgy felvetődött, hogy nekem kéne ebből foglalkozni. De csak ilyen hobbi szinten, hogy mégis zenéljen, ha már ilyen kedvem is volt hozzá. De aztán emlékszem, hogy végülis, és ez a lényeg az egészben, hogy én kértem az anyut, hogy vegyen nekem egy zongorát, mert én nagyon szeretnék zongorázni tanulni, és a házban is lakott egy idős bácsi, aki folyamatosan játszott Beethovent, Mozartot, és én leültem a lépcsőre a második emeleten, a szalon házában egyébként, és aztán utána megörökölt, meg is ismerkedtünk, összebarátkoztunk, megörököltem a kottáit, és aztán elkezdődött, ebben felvettek a zeneiskolába, ahol egy nagy szerencsében volt rögtön az elején részem, mert abban az időben még felvételizni kellett egyébként. És mikor felvettek, és egy ilyen előkészítőbe kerültem, a Komjáti Aladárné, aki akkor egyik leghíresebb kezdő zongoratanárnője volt, ő írta ezeket a zongoraiskolákat és minden ilyen egyéb kottákat, és ő éppen keresett egy kezdő gyermeket. Én akkor már öreg voltam, öregnek számítottam, mondjuk, hogyha úgy nézzük, hogy egy zongoraművész általában mikor kezd el zongorázni, 9 éves voltam, és tulajdonképpen 10 évesen kezdtem el effektíve zongorázni. És ő azért választott engem, mert japánok jártak hozzá hospitálni. És ez azt jelentette, hogy én az első zongoraórámat már úgy kaptam, hogy kb. 15-20 japán ült. Azért az nem semmi. És ehhez kellett nekem hozzászokni, és emlékszem, hogy az órák után, tehát amikor már így a tanulás része lezajlottam az órának, akkor Manyi néni mondta, hogy mert Manyi néninek hívtuk őt, hogy na sziszikém, akkor most ülj ki és add elő. És ez egy olyan érdekes dolog volt, hogy akkor olyan kicsi lányként is megéreztem azt, hogy tényleg mit jelent az, hogy most idáig játszogattunk, gyakoroltunk, ez ilyen volt, ez olyan volt, nézegettük, de most ki kell ülni, és most ennek a 20 japán fiatalnak el kell ezt játszani, elő kell adni. És aztán jött egy időszak, amikor abba akartam hagyni teljesen. Mert valahogy a szolfé és az a sok muszáj dolog, azt nem szerettem. És akkor nagyon érdekes volt, mert Manyi néni anyukámnak mondta, hogy pedig művész is lehettem volna. És akkor ez úgy megragadt a fülemben, hogy hát idáig ütött, vágott, szigorú volt hozzám, alig mertem bemenni órára, és hogy hát ő ezt gondolja rólam, tudod, akkor nekem ez egy akkora revelációszerű felismerés volt, hogy Atyaisten, hát ő ilyen sokra tart engem, hogy még művésznek is titulálna, vagy hogy látna bennem fantáziát erre is. És akkor ő nagyon okosan elvitt engem a Zeneakadémiára, ahol Szjátoszláv Richter egy szólóestet adott, és ott ülhettem olyan messzire a Richtertől, mint most tőled, és ez számomra egy akkora katarzis volt, és az, hogy egy ember kiül egy zongorához és elvarázsol másfél ezer embert,
és olyan szinten jut el a lélekbe, és olyan mélyen kommunikál, a legbelsőbb titkokról kommunikál, mert a zene az erről kommunikál, a kimondhatatlan, legemberibb érzésekről és gondolatokról és filozófál, és valahol ez az egész, hát persze akkor még nem így megfogalmazva, de olyan mélyen megérintett, hogy akkor elkezdtem gyakorolni. És akkor 13 évesen megnyertem egy ifjúsági versenyt, 14 évesen felvettek a konziba, és akkor elindult az úgymond professzionális pálya, aminek azért voltak még magoluktatói, persze, gondolom, hogy sok-sok minden, de végül is hát nagyon-nagyon örülök, hogy így alakult. Igen, mennyire érdekes, hogy egy mondat, amit nem is neked szánt, hanem az anyukádnak, és meghallottad, ez a pedig művész, igen, is lehetett volna, mennyire tud befolyásolni egy egész sorsot. Sokat jelent. És hogy a pedagógusnak, igen, a személyisége mit jelent ebből a szempontból. Óriás. Tönkre, igen, tudnak tenni egy gyereket, igen, és föl tudnak emelni egy gyereket. Na te, benne nekem mindig konfliktusaim voltak a tanáraimmal. Én nem voltam egy jó növendék, én nem voltam egy jó kislány, aki mindig megcsinálta a feladatokat, hanem meg tudod, az zavart nagyon, hogy ez, nem tudtam hova tenni ezt a viszonyt, ezt a kapcsolatot, aha, hogy végül is egy ilyen rendkívül intim, bensőséges viszony, egy ilyen tanár-diák viszony, de valahol mégsem lehetünk igazán barátok, valahol van egy ilyen, tehát főleg még amikor én fiatal voltam és gyerek voltam, akkor ez még inkább érezhető volt, talán már ez manapság másképp van, de én nagyon éreztem ezt a tanár-diák. Tehát én ezt soha nem tudtam feladni, én nagyon szenvedtem tőle mindig, meg kell, hogy mondjam, és minden kedves és drága tanáromtól ezt tudom, kérek elnézést, de nekem az egy kínszenvedés volt de a iskolába járás. Ez a többi tantárgyon belül is, vagy csak a zongora és a zenéhez kapcsolatban? Tulajdonképpen minden. Én nem szerettem, nagyon nem szerettem iskolába járni, sokkal inkább autodidakta lennék. Tehát ami érdekel, akkor ott viszont nem, tehát akkor semmi időt nem sajnálok, és akkor az érdekel, és abban foglalkozom, de annyi sok hülyességet kellett tanulnunk ilyen, főleg még abban az időben marxizmus, leninizmus, mert elnézést, nem ideológiáról beszélek, igen, most igen, csak igen. Egész egyszerűen olyasmi politikai gazdaságtan, talán ez egy jobb megfogó. Tehát ilyen csacsiságokat, amivel rengeteg idő elment az embernek, és igazából ahelyett, hogy inkább nekem egy kedvenc tantárgyam az a munkásmozgalom története volt a főiskolán. Azt hiszem, hogy az volt az egyik legmegrázóbb élményem, pláne azért, mert úgy mentem bevizsgázni. Képzeld el, hogy a fiam, aki akkoriban született, ezt hiszem, tehát 3 hetes volt. És bevittem a mózes kosarat, és letettem a vizészére. És az Oli sírt, és akkor én oda mentem, és megnéztem, hogy mi van vele. És a tanárnő, mondom, ez főiskolán volt, akkor szépen odajött, és azt mondta, hogy mi van a gyerek pelenkájába, puska, és ki kellett bontanom, képzeld el. Igen, ez volt a munkásmozgalom története vizsgám. Annyira szakbarbár volt biztosan. 1978, gondolj bele. Szabadulni az ezféle gondolatoktól. Úgy, azért mondom, hogy szóval sok olyasmit, sok csakiságot meg kellett tanulnunk. Igen, igen, igen. Tényleg soha nem... nincs is rá szükséged, és igen. Na mindegy, hát ez egy dolog volt. De hát túléltük ezt az időszakot, és ebből is rengeteget tanultunk, hát biztos, meg megmaradnak a jó, vagy a kevésbé jó történetek számunkra. Egyébként ez a jó gyerekség, rossz gyerekség, ezt a szüleid hogy fogadták? Mert ugye ezek szerint ugye nem művész családról volt szó, hanem te kérted azt, hogy zenélhessél, és hogy a zenéhez hagy férhessél közel. Hozzá kell tennem, hogy amatőr művész nagyon sok volt a családok. Uh-huh. Édesapám egy zseniális színészi képességekkel megáldott, egy igazi olaszos temperamentumú. Akkor az ő temperamentumát örökölted. Jó humora volt, egyébként, elképesztő pasi volt. Szóval amikor így rád néz az ember, akkor az első, ez egy konszolidált úrinő. Akkor, amikor így beszélgetünk, akkor ott van a kis zsivány már benned, ugye, hát pláne, igen, hogy beszélsz és ezekről, aztán, igen. Ahogy megy előre a napszak, egy ilyen zsiványon lesz. Jönnek elő ezek, hanem nem baj, csak előbújik. De ez így normális, ez így, úgy hát, gondolom, úgyhogy. Na, szóval az apu egy ilyen olasz temperamentum. Egy zseniális színészi képességű, ilyen frenetikus humorú a család összejövetelek középpontja, és édesanyám meg egy rendkívül kifinomult vizuális érzékkel rendelkezett, tehát ő fotoművészettel is foglalkozott.
lakberendezésben, hát imádta a lakást, tényleg gyönyörű is volt a lakásunk mindig, meg számára ez minden, ami vizualitás, és ez a női díszítési, hogy mondjam, folyamatok, amit ő nagyon-nagyon gyönyörűségesen, talán tőle is örököltem a vizualitás, meg a környezetünk szép kialakításának a képességét. De akkor gyakorlatilag a szalonnak ez az összművészeti feladata, amit célodól tűztél ki, akkor ezekből a háttér kis élményekből táplálkozott. Hát nagyon érdekes, tudod, mert mindig, amikor elmúlik egy szalonest, akkor valahol olyan mindig, mintha ott lenne az anyja és apa, és akkor még egy pohár pezsgőt velük általában megszoktam inni zárásként, mielőtt eljövök, mert nem mindig szoktam ott aludni. És olyan jó, és az meg még pláne nagyon jó, hogy ebben a lakásban járt még Tátrai Vilmos, ebben a lakásban járt még Vörös Sándor. Tehát olyan szellemek jártak ott nálunk, még mikor a szüleim éltek, és utána is, miután megnyitottam a szalont, pedig hát özönlenek tényleg a különösebb, különlegesebb művészek és személyiségek. És maga a közönség is. És olyan érdekes ez, mert akárhány kiállítás van, vagy akárhány esténk van, valahogy azokból az energiákból mindig ott marad valami, és ez nekem egy olyan gyönyörűség. Tehát egyrészt az egész családi életemet ott éltem, hogyha ezek a falak beszélni tudnának, hogy ott mi minden történt velem, de hát az első lépésektől kezdve tulajdonképpen, amíg ki nem röppentem 23 éves koromig, egyfajtában ott éltem. Úgyhogy... A gyakorláson, tehát hogy egy időben nagyon sok gondot okozott számodra. Pici korodban. Aztán utána pedig... mondtad, hogyha valamibe beleszeretsz, akkor egyszerűen csak csinálod, és nem foglalkozol semmi mással. Milyen fajta felkészülés különbség van mondjuk egy szalonbeli koncertre, és mondjuk egy műpa vagy egy zeneakadémiai koncertre? Azért nagyon sok különleges dologgal leped meg mindig a közönséget, bár hangszerek, hangszerelés, stb. Tehát minden tekintetében. Máshogy készülsz egy szalonbéri estre, mint egy akadémiai koncertre? Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Tehát ez nagyon érdekes, hogyha a dolog lényegét nézzük, akkor nekem teljesen mindegy, hogy Szolnokon, vagy Cegléden, vagy New Yorkban, vagy Debrecenben, vagy Sydneyben lépek fel, a legnagyobb koncertteremben, vagy akár a legpicibb helyen. Mindig ugyanaz az érzés van előtte. Tehát egy ugyanolyan, ez nem izgalom, sokszor szokták kérdezni, hogy izgulok-e, de ez nem izgalom, hanem ez egyfajta, ez egy olyan rákészülés, amikor nem tudod, hogy, tehát amikor úgy kell az egész folyamatot, amit én mindig zenerotikus folyamatnak hívok, diszponálnod, hogy ott jöjjön ki a csúcspont, tehát ott kerülj egy olyan, hogy ott tudjon az a katarzis létrejönni, és hogyha mondjuk sok emberrel dolgozol együtt, mint például most a műpában ott egy óriási, tényleg grandiózus, már számát tekintve is grandiózus létszámú együttessel a Záborszky Kálmán vezényelt egyébként az Zuglói Filharmonikusok, a Kyoki Totaikot dob együttes, Binder Károly zongora művész, Fekete Ernő színművész, csak várat hadd sorolja, Babics Antal kontrabasszus klarinét művész, most nem tudom, hirtelen nem akartam kiadni senkit, csak tényleg hosszú lenne felsorolni, tehát elképesztően izgalmas ez a folyamat, amikor így külön-külön is próbálok az egyes művészekkel. Aztán olyan, mintha sok-sok alkimista találkozna, és akkor a végére egy ilyen különleges harmadik minőség jön létre, egy új elegy. És természetesen, amikor ilyen nagy apparátussal dolgozol együtt, ilyen sok művész van egymásra hatással a munkafolyamat és az egész alkotási folyamat alatt, akkor ez egy hatalmasabb, tehát ez egy lényegesen nagyobb, hogy mondjam, aurát képvisel, tehát az alkotás létrehozásának az aurája az lényegesen nagyobb, mint mondjuk egy szalomban mondjuk egy szólóestet adok. Értelemszerűen az egy intimebb, de maga az érzés, mielőtt leütöm az első hangot, az ugyanolyan. Az ugyanolyan. Tehát ugyanaz a fajta felelősség, vagy nem is tudom, minek lehet igen, ezt nevezni. Igen, ez nagyon fontos. Mondja csak. Nem, igen, hogy létrejöhessen az a, adott esetben az a pillanat, amire érdemes leülni nekem, és a közönség megkaphasson legalább egy olyan pillanatot az estből, ami tényleg emlékezetes. Nem, az jutott az eszembe, hogy milyen érdekes, hogy ugye említetted, hogy ez a hatalmas nagy stáb, hogy készült együtt erre a nagy koncertre. Vagy egy picire, mindegy. Most a nagyot azért említem, mert
ugye inkább a cirkuszi művészeknél, és ne haragudj, hogy ezt hozom föl példának, Dózsa Lászlóval volt egy beszélgetés, és elég sokat említettük a cirkusz, mert ő meg cirkuszban nőtt föl, hogy amikor vége van egy koncertnek, készültél rá 3 hónapot, nem tudom, hány művésszel külön-külön próbáltatok, hányszor próbáltatok együtt a zenekarral, hogy minden összejöjjön. Lemegy, és tudom, vége van. És akkor két dolog van, vagy ott marad benned az a töltés, amit kaptál a közönség szeretete által, a produkció által, vagy ott marad az üresség, hogy miért nincs ebből több. Érdekes, hogy üresség nekem nagyon-nagyon ritkán, sőt, talán azt mondhatom, hogy soha nem volt. Valahol ezek mindig ilyen folyamatok, de sokszor van az úgy, valóban, ahogy mondod, hogy utána egy űr támad. Tehát nem igen. Is üresség, hanem inkább egy olyan hiányérzet. Igen, de viszont... Hát benne voltatok igen, egy folyamatban, igen, próbáltatok, igen, készültetek igen, rá. Igen. Ime megtörtént, és akkor... No, de szó, azért ezt el kell mondjam, hogy egy ilyen óriási produkció egy fő próbával ment le, úgyhogy majd... Wow. Hogy az elképesztő igen. Figyelmet igényelt mindenkitől, de érdekes módon most valahogy ez annyira... Tehát egy éve készültünk erre, az októberben volt, október 16-án, ami a hangversenytermében. Egyébként épp Vörös Sándorhoz kapcsolódó est, mert ő volt az én első szellemi mesterem, és ez valamilyen szinten így az életemről és a neki szánt gondolatokról az ő általa. Hát végülis arra jöttem rá, hogy amilyenné váltam, azt úgy neki köszönhettem, aha, és ezt úgy most tudtam igazán apercipiálni magam számára is. És lehet, hogy azért, mert ez ilyen sokkal többről szólt, mint pusztán egy koncert, tehát ez így az életemről szólt. Most valami olyan elképesztő jó érzésem van ezután, aha, a koncert után, ami egy ilyen, olyan volt ez, mint hogyha egy leszárt volna egy korszakot. Tehát olyan volt ez, mint hogyha egy sikerült volna összefoglalnom így az életem eddigi gondolatait, az eddigi zenéit, vagy az eddigi, ami számomra idáig lényeges volt, vagy fontos volt. És ez most egy olyan erőt ad a tovább lépéshez, és egy olyan szép avtaktja lett a mostani munkámnak, meg a munkáimnak, amiket most... Most, amiken most dolgozom, hogy ennél gyönyörűbb, hogy mondjam, jövője nem lehet egy nagy munkának. Viszont visszatérve, elárulok egy titkot neked. Én zenebohóc akartam lenni, képzeld el. Egész pici kislány voltam, és tulajdonképpen, ha belegondolsz a dolognak a filozófiájába, nekem pont ennek a keserédessége tetszett meg, és emlékszem, a Dajka Margitnak van egy ilyen egész nehézséges. Hát én az többször... Igen, és azt végigbőgi az ember. Hát igen. Ezt nem, szóval igen. Ez valami olyan gyönyörű, amikor az édes tudom, nem tudom most pontosan milyen cím a filmnek, de én akkor de emlékszem, pont amikor ezt mondtam, pont ez a jelenet jutott az eszembe. Ez érdekes. Igen. Tehát én gyerekkoromban egyszer nagyon pici voltam, 7 éves, első osztályos, és volt egy ilyen farsang, és akkor én bohócnak öltöztem, és énekeltem is, és akkora sikerem volt, és úgy imádtak, aha, és nekem ez egy olyan, hogy mondjam neked, ez, tehát valahol olyan kicsi gyerekként megéreztem a bohótságnak a lényegét, hogy ez, aha, nem csak egy egyszerű nevettetés, hanem az a mögött egy dráma is meghúzódhat alapvetően, és engem tulajdonképpen a bohócok mindig lenyűgöznek, a jó bohócok. A jó bohócok. Igen, azért nagyon fontos, hogy hozzátetted, mert egy bohóc lehet igen, zseniális, igen, és, lehet és hihetetlen mit adhat, és lehet nagyon... Ciki. Igen, de amikor nagyon jó egy bohóc, akkor az zseni, és ez épp olyan egyébként, hogy például egy kiváló pincért, én ezt nagyon tudok díjazni, csak hogy igen, már itt, hogy még nem ettünk semmi, csak hogy itt visszatérünk a Gundel finomságaihoz, mert szerintem egy jó pincér, az pontosan tudja, hogy mikor kell hozni, mikor mit kell ajánlani, ránéz a vendégére, és akkor pontosan tudja, hogy nehogy sok legyen, hogy, igen, és hogy ne legyen igen, sok, amit igen, mond, hanem szóval egy jó pincér, az zseniális tud lenni. Igen. Egyébként ez egy érdekes. Csortos Gyula volt a Dajka Margitnak a partnere. Igen. És ő játszotta igen, az édesapját. Igen. És az utolsó de nagyon-nagyon szenzációs volt ez a film. Egyébként is Dajka Margitka szerintem egy... Milyen szempontból... Bocsánat, lenyelem a feladatot, mert aztán a kapunk ezért kritikát. Ezért veszélyes így a beszélgetés közben enni, mert az ember egy kicsit mellényen akkor már mondva. Ja, nem csak amiatt, ugye, mert tulajdonképpen teli szájjal nem illik beszélgetni. Igen. Igen, nem csak, hogyha az ember reggelire hívja
a kedves ismerőseit, vagy majd barátot, akkor megeszük. Majd utána megeszünk. Na jó, közben azért nyugodtabb falatod, hogy elájuljunk. Istenek, mert... nagyon finom, ez frissen egyébként mindig ezek a kis frissen sütött cipócskák, ez amik annyira finomak tudtak, szoktak lenni isteniek. Meg itt minden nagyon finom, nagyon szeretem. Egyébként most, amikor volt a Gundel művészeti díj ebben az évben, akkor is ott voltam, amikor. Igen, az is nagy. És annyira helyesek a pincérek, és ugye évek óta járunk ide, és annyira ismernek már gyakorlatilag minket, az ízlésünket, készik vöröset, készik fehéret, stb. Annyira szeretem őket, tényleg egy kiváló hangulatú. Egy jó pincér, ez egy nagyon komoly foglalkozás. Igen. Rendkívül komoly. Pszichológusnak kell lenni, filozófusnak kell lenni, ott mindent kell tudni, egy igazán jó pincér. És az is föl tud dobni egy éttermet, és tönkre tud tenni egyébként. Igen. Ez abszolút így van. Igen. Nem nagyon szoktunk itt magánéletről beszélgetni ezekben a reggeli csevegyekben, de azért nálad ott van tahított László az életedben, az a te életed párja, aki hát szintén egy zseniális figura, és aki nagyon sok rendezvényen találkoztam, és aki szintén a maga nemében egy zseniális bohóc is. Milyen ember ő egyébként a magánéletben? Rendkívül komoly. Tehát ez nagyon érdekes, hogy pont fordítva, tehát rólam gondolják, hogy én otthon biztos így ülök egész nap, adott esetben mondjuk a műfajomat tekintjük, tehát hogy klasszikus zenével foglalkozom, komoly zenével foglalkozom alapvetően, és hát ő ugye, aki börleszkeket csinál és mindenfélét bóckodik tényleg szó szerint a tévében, hogy ő ott van is biztos fejen áll és ugrál, és nem, ő egy rendkívül elmélyült, magába forduló, nagyon, nagyon különleges lény, tehát férfi, tehát ez most nem tudom, miért mondtam, hogy lény, de tényleg az, mert most már nagyon régóta vagyunk együtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy így mindig újra bele tudok szeretni, szóval olyan csodálatos emberi tulajdonságai vannak, olyan igazi férfi, olyan, ami már alig van, úgy látom így a barátnőim és a fiatalok korosztályok panaszkodnak, hogy tényleg szegény férfiak, persze erről a nők is tehetnek, hogy nehéz helyzetbe kerülnek, és nem tudják már úgy azt a bizonyos férfiúi, hogy mondjam, hát principiumot képviselni minden tekintetben, mint ahogy ezt egyébként szerintem szívük szerint szeretnék. De hát ez bonyolult, ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy tényleg ő egy épp most megint a napokban így arra gondoltam, hogy annyira örülök, hogy ő vele élhetek, mert így együtt élni, tényleg ez most így picit talán túl szépen hangzik, vagy túl szentimentálisan, de mi nem szoktuk veszekedni például, tehát mi nem szólunk rá egymásra, és na ez egy fontos dolog. És ezt ajánlom mindenkinek, tényleg, hogyha picit is problémásnak érzi a házasságát, hogy meg kell tanulni, hogy nem lehet nevelni a másikat. Tehát nem gyerekekről van szó, hanem két felnőtt emberről, és ez annyira lényeges, hogy ő volt az első ember, aki úgy fogadott el engem, ahogy vagyok, mindent. Amikor meghíztam, majd a reggelire még visszatérünk, akkor úgy szeretett. Amikor lefolyt, most így szeret. Tehát ő mindig, de ez csak mondjuk külsőség, de a belső tulajdonságaimat is ő soha nem akart engem megregulázni, vagy hogy ezt most miért így csináltad, miért úgy csináltad, és édes, mert ugye ezt el is szoktam mesélni, egyszer lejtett egy nagyon drága kínai vázát, és ott állt megszeppent, ami most biztos, hogy le fogom őt tolni, de semmi baj, söpörjük össze, dobjuk ki, és egyébként meg vannak ilyen legendás történetek, akkor egyet elmesélek, jó? Ennek a munkatársam volt egyébként pont a szemtanúja, hogy milyen az én férjem. És milyen kis bolond vagyok én, hogy kanális fölött nyitottam a kocsit, egyszer csak kicsúszott a kocsi kulcsom, és bele a kanálisba. De nem egy ilyen dolog történt velem, ilyen kulcsokkal vannak, igen, főleg mizériáim. Meg tudom érteni. És akkor felhívtam a Lacuskát, és mondtam, Lacuska, beesett a kanálisba. Ez ilyen nagyon csúnya időben volt egyébként, ilyen őszi idő volt. És édes volt, mert rögtön mondta, hogy semmi baj, jövök, jött, lehasalt, kihúzta, én nem tudom, hogy hogyan, mindig mindent így megold, hogyha történik valami, de hogy olyan, tehát soha nem mondaná azt, hogy te milyen hülye vagy, vagy hogy milyen feledékeny vagy, vagy miért így csinálod, miért úgy csinálod, de ez mondjuk egy házasságon belül egészen tudod a fogpaszta, hogy ki mit csinál, hogy csinál, és mi hagyjuk egymást, tehát soha nem szólunk egymásra, és tudod, hogy annyira jó. Nagy dolog. Tudod, hogy milyen nagyon jó ez.
Én tudom. Szóval el tudom képzelni. Zseniális, komolyan. Igen, igen. Én azt hiszem, hogyha az emberek erre odafigyelnének, hogy megpróbálni a hibáit is úgy szeretgetni, igen, mert mindenkinek van. És pont ez jutott az eszem, hogy milyen nagy dolog. Én nap mint nap megkapom, hogy már nem kéne ezt csinálni, kicsit sok, nem kéne visszavenni. És akkor ez rossz neked, igen, azt gátol téged, igen, még jobban, igen, mint hogyha. És akkor azt mondom, hát most ezt én is tudom saját magamtól, de hát most erre még nem kell külön figyelmeztetni engem. Igen, meg nagyon sokan a házasságot összetévesztik a lángoló szerelemmel. Tehát persze, hogy van lángoló szerelem az elején, de aztán az, hogy 20 évet együtt élsz valakivel, az nem, ha állandóan lángolnánk, már elégtünk volna réges-régen, hanem az, hogy együtt élni az életet szó szerint és szeretetben is, és most nem akarok ilyen gicses mondatokat mondani, mert csak ilyeneket tudnék, de tényleg az, hogy valahol közösen az életet, közösen, és a másik szemével is látni, és ezt ő is olyan sokszor meg szokta fogalmazni nekem, hogy neki az egy élmény, hogy az én szememen keresztül is látja a világot, az én gondolataimon keresztül. És azt hiszem, hogy végülis egy házasságnak ez a fő origója, hogy úgy tudjunk együtt élni, hogy ez minden nap szellemileg is megtermékenyítsük egymást, és valamilyen módon előre vigye az életet, tehát hogy valami pozitív. Annyira szép, ahogy mondtad, hogy mindig rájövök, hogy újra és újra bele tudok szeretni, és az jutott az eszembe, hogy tényleg az emberek leélnek egy életet, és már egy-két év után már azt nézik, hogy ki lett volna a jobb. Egyébként ez valószínűleg minden házasságban bekövetkeznek ezek az időszakok, és ezen aztán persze túl lehet lendülni. De te viszont megteremtettél egy saját világot magadnak, ő is megteremtett egy saját világot, és mondod, hogy hagyjátok egymást élni. De ettől függetlenül mennyire folytok bele egymás életébe? És én most a művész életre gondolok. Tehát amikor ő készül egy szerepre, egy humoreszket előadására, mert mondtad, hogy nagyon komoly otthon és nagyon elmélyült. De gondolom azért megvannak a magatok játékai, és rengeteget nevettek is együtt. De mennyire enged bele folyni az ő életébe és az ő művészetevékenységébe, illetve mennyire várja el tőled, és ugyanez visszafelé. Férfiasan zárkózott, ő nem... Igen? Igen, igen, de néha igen, tehát néha bevon, néha megkérdezi. Én gyakrabban kérdezem meg ő, de nem nagyon szoktunk együtt dolgozni, ez nagyon érdekes. De mennyire érdekes, dolgozni igen. Nem tudunk igazán nagyon jól együtt, ha igazán őszinte akarok lenni, mert akkor ott mindig valami, meg teniszezni, ezt a kettőt nem tudom. Nagyon szeret teniszezni, engem is elcipel, csak mindig azon megbántódik, hogy én azt kérem tőle, hogy ez most egy csacsiság. Szoktál teniszezni? Próbálkoztam vele. Na, mert a lényeg, én zenészként, nekem a ritmus és a dallam, és egy ilyen labdának is van ritmus és dallam. Lepottyan, beleüt. És akkor mindig feljön a hálóhoz, és így visszaröptezik nekem, amitől én megőrülök, és mindig mondom neki, hogy várd meg, könyörgöm, hogy lepattan, és akkor itt össze szoktunk veszni. De ez az egyetlen ilyen kardinális pont. Ez egy viszont nagyon lényeg. Igen, most képzeld el, amikor egy házasságban ez a probléma, hogy lepottyan-e vagy pedig. Na most ez a maximum, meg igazán dolgozni nem nagyon szoktunk együtt, viszont hogyha nekem bármi fellépésem van, vagy olyan, ami nagyon bonyolult, akkor mindenben segít, rohan, ha van ideje, ott van. Tehát igazán nem nagyon szoktunk együtt dolgozni, tehát ez valahogy, de lehet, hogy jobb is így, azt hiszem. Nem, mert akkor meghagyjátok azt a teret és azt a levegőt, igen. És egymás fellépéseire, bemutatóira elmentek egyébként? Igen, és elég kritikusak is vagyunk egymáshoz. Ő mindig sokkal édesebb és elfogultabb, én meg néha megmondom, ha valami nem tetszik, de ő azt is elfogadta már, tehát tőlem elfogadja. Nem biztos, nem esik szegénynek jól, de meghallgatja, és úgy néha látom is, amikor van hatása, anélkül, hogy válaszolna, de azért van hatása. Mondtad, hogy szeretett akkor is, amikor sovány voltál, vagy? Hát most igen, már nem tudom mennyire. Egy kis nagyszál, igen, jelen pillanatban. Hát voltam, azért nagyszál nem vagyok, de na, hát ez a lényeg helyén van. Tényleg volt egy időszak, tudod? Olyan érdekes ez. Mitől tisztál meg? A házasságomtól, és szerintem megmondom egészen őszintén, hogy azért ez most így lehet, hogy csacsiságnak hangzik, de mégsem az, mert az én férjem, mint tudjuk, színész. De most a színész ezt tulajdonképpen egész nap nem eszik semmit, este előadás van, és este hazajön, és farkaséhes.
És akkor tulajdonképpen így kezdődött a dolog. Én régen este soha nem ettem semmit, tehát nagyon picikét, keveset. És akkor így elindult a házasság, akkor Lacuska hazajött a színházból, tudom, a fél tízkor, akkor kis vörösbolt kinyitottuk, én szépen addig főztem, leültünk, jól éreztük magat, eszegettünk, iszogattunk, még nem minden évben olyan 1-2 kilóval több lettem, és ez ilyen kis alattomosan történt ez a dolog. És érdekes módon pont a szalomban, mert ott mindig van egy nagyon kedves házi fotósunk, az Erhardt Laci fotóművész, és ő készített rólam képeket, és egy évről évre mondom, hát ne, hát ez én, biztos rossz voltam. De nem, én rájöttem végül is, hogy sajnos vettél egy katasztrófa. Mérleget. Ez katasztrófa, és akkor ráálltam, azt nem fogom most elárulni senkinek, hogy hány kilót mutatott. És akkor elhatároztam, hogy na, kész, ennek a korszaknak vége, és akkor nagyon piciket kezdtem el, és nagyon sokat lefogytam tényleg, és most már nem fogok soha az életbe visszahízni. Mennyi idő alatt fogyasztottad le magad? Egy év. Egy év. Az mondjuk, hogy elég jó, igen. 25-26 kiló, szóval annyival voltam ducibb, úgyhogy annyival. De most nagyon jól érzem magam, mert hát, most könnyű vagyok, meg sportolni, és szeretnék egyre többet. Úgyhogy... Egyébként így az életmódra mondtad, hogy hazamentetek, megvacsoráztatok. Ez igen, volt igen. A bűnös, ez az életmód. Tehát a jó házasságnak megvannak a maga veszélyei azt ilyen szempontból. Igen. Érdekes, kedves asszonyok és lányok, erre vigyázni kell, mert ugyanis szegény férfi elvesz egy csinos nőt, igen. És aztán az sem járja, hogy 20 év múlva egy kevésbé csinosat, mondjuk fogalmazzunk, így kell ölelgetni. Úgyhogy vigyáznunk kell magunkra, a szépségre, az alakunkra. Én azt hiszem, hogy egy nőnek ez nagyon fontos. És egy férfinek? Ugyanúgy. Én azt hiszem, hogy ugyanúgy. Tehát ez kölcsönös. Természetesen az, hogy meg ez inspiráló is a másiknak, szerintem, ha látja, hogy még mindig megtesz érte ilyesmit, hogy de nem a Laci miatt csináltam, teljes mértékben önmagam miatt. Meg mondom, ő talán még jobban szeretett Dundin, mint most lefogyva. Hát vannak jó férfiak, akiknek az ízlése az olyan. Úgy, jó, de egyébként azt szokták mondani, hogy aki egy kicsit telt el, sokkal nyugodtabb, ki van a párnázva az idegei. Ez biztos, hogy így van egyébként. Tehát, de mondjuk én most is olyan, nem érzem magam sokkal idegesebbnek. Hát mondjuk az látszik is rajtad, hogy ilyen kiegyensúlyozottan éled az életedet. Szép korszak van az életemben. Egyébként te, hogy említetted ezeket a koncerteket és ezeket a csodálatos élményeket, ez tényleg hihetetlenül tölti az embert. Hogyan keresed meg a műveket, mondjuk amiket a szalomba adsz elő? Vagy hogyan válogatod meg azokat? Tehát honnan meríted az anyagot? Hát, mert azért, hogyha új művekről van szó, akkor azokat föl kell fedezni. Olyan elvetemült lettem, képzeld el, hogy volt egy időszak, amikor nagyon beleszerettem az improvizációba és a jazz irányába, és nagyon-nagyon sokat... Meg lehet érteni. Imádom, mai napig is tulajdonképpen a klasszikus zene és a jazz a két fő kedvenc, és az 91-ben volt, és azóta tulajdonképpen egyre jobban érdekel a zeneszerzés, meg az, hogy zenei szövetet létrehozni, úgyhogy végülis itt a Műpás koncertnek is a 90%-át százalékoljunk, én írtam. És ez azért nagyon izgalmas nekem, mert előadóként egy zenei szövettel ismerkedsz, viszont szerzőként pedig zenei szövetet hozol létre, és aztán, utána ezt adod elő. Úgyhogy ez engem rendkívül módon izgat és érdekel, és rendkívül kreatívnak érzem, és hát mindenféle kísérletezések és útkeresések vannak, és egyre inkább a jazz irányába is. Tehát... A jazz pedig teljesen... más típusú koncentráltságot, illetve teljesen más típusú beállítottságot igényel. Én ismertem olyan zongoraművész, kiváló zongoraművész, aki kotta nélkül egy billentyűt le nem tudott ütni. Igen, ez gyakori egyébként. És akkor vannak a jó fülhallásúak, ugye, akik képesek rá, és vannak a eszejenőféle zongoristák, akik mindent tudnak az ég adta világon. Az, hogy te a jazz irányába, illetve az improvizációs világ felé... Gyarmatipista, igen, ő is, mindent tud. Vitted az életedet, ez azért az egész repertoárodat, meg minden egyebet meg kellett, hogy változtassa. A művésztársak, mondjuk tegyük föl, most azt mondtad a Műpás koncerten, ugye, hogy... De az Uglói Filharmonikusokkal játszottál, ott hogyan lehetett mondjuk elfogadtatni a Záborszky Kálmánékkal, hogy akkor ez nem egy olyan est lesz, most lehet, hogy rosszul értelmeztem, amit
tudjuk, hogy kinyitjuk a kottát, és ez fog történni. Hát nekem ő kamaratanárom volt, Zábolszky Kálmán, és nagyon-nagyon szerettük egymást. És ő nagyon-nagyon nagy izgalommal nézett, ő neki így figyelemmel kísérte az út az életemet, és ő nagyon várta ezt az egészet, ezt az egész eseményt. És hát aztán volt egy pár olyan rendezői kérés, amitől megijedtek, édesek voltak, és volt egy pár olyan ötlet, ami ugyancsak olyan, tehát rendezői vizuális víziók, amiket aztán lefésültünk, és ami végül is nagyon szépen kialakult, és mindenki boldogságára úgy valósult meg, ahogy a legjobban megvalósult. Igen. Hát még sok kamera, azt még majd meg kell nézni, hogy melyik, hogy mint meg hangfelvétel is készült. Nagyon kíváncsi vagyok most így visszanézni. Tehát nagyon izgalmas volt számukra is, hogy saját szövetet, ezt a saját anyagaimból is játszottunk közösen. És beemeltem bizonyos művekből is kisebb részleteket, a Rachmaninov, igen, a Stanstown. Tehát akkor a saját improvizációdba beleépíted ezeket? Ez megírt volt. Tehát ez zongorára és zenekarra, ez egy megírt mű, koncertó tulajdonképpen zongorára, zenekarra és hangjátékra. Hogyan írsz egyébként, vagy hogyan szerzel zenét? Hát ez is teljesen változott. Nem lehet úgy, hogy leülök és most zenét szerzek, hanem... ez egy ilyen, tehát mindig várja az ember, hogy jöjjön. Ez olyan érdekes, most például tegnap a szalomban voltam, csak hogy a várom, és egyszer csak történik valami, és már olyan régóta nem tetszett a bejárati ajtó az előszobában, és mondom, hát bent ezt a két belső üveget lefestem, és egy gyönyörű bordószint találtam, és ahogy az üveg struktúráján elkezdtem festeni, annyira szép lett, és aztán véletlenül kihúztam az ajtóra, tudod, hát nem életemben még ajtót nem festettem, és most lett egy olyan, képzeld el, ami végülis aztán megláttam, hogy ebből mi lehet, és akkor egyszer csak azt mondja, nekem egy bordó bársony ajtóm lesz itt most befelé nézve. És olyan módon festettem meg, hogyha picit egy fél méterrel távolabb állsz, akkor már olyan, mintha bársony lenne maga a felület. És középen ez a két ilyen, most olyan szép lett, és ez most így tegnap este jött, úgyhogy egy kicsit még festékes is vagyok szerintem. Mert... és az ilyen típusú alkotás az... és ez mindig így jön. Akkor gyakorlatilag is, akkor ezek a zenének, vagy a zenében is utána ugyanígy megnyilvánul? Ezt pusztán csak azért meséltem el, hogy igen, tehát néha az embernek elindul valami folyamat, egy zene a fejében, vagy valami olyan megszólal benned, vagy egy ötletet támad, és akkor azon így elkezd, és akkor ez egy ilyen folyamat. Tehát igazából... mennyire tudod, nekem az az érzésem most itt beszélgetés, hogy 100%-osan szabadon tudod élni az életedet. Tehát egyszerűen nem vagy korlátok közé szorítva, nem is engeded magad korlátok közé szorítani semmilyen területen, és pontosan ez az alkotói szabadság az, amitől Kárászi Szilvia lettél, és amitől a világ számos színpadán elismert művész vagy. És most fölteszem a világ legbadarabb kérdését. Csinos vagy, jól nézel ki, jó házasságban élsz, de hogyan lehet megélni egy ilyen nagy szabadsággal bíró zongoraművésznek forintosítva? Most ezen gondolkodtam, hogy ebben a mai, most évente adsz mondjuk 10 koncertet, 30-at, fogalmam sincs, majd mindjárt elmondod. Nem tudom, hogy ezekért egyáltalán hogy jönnek a jogok, a tiszteletdíjak. Tehát pont ez jutott az eszembe, hogy egy alkotóművész, akinek van, hogy 2 hónapig nincsen semmi, aztán van egy hatalmas fellépés. Ne is mondd, mert meg kell, hogy mondjam, tulajdonképpen a legnagyobb fejfájást ez okozza most nekem, hogy most tényleg nem akarom elkiabálni, még van annyi, hogy az ember meg tud belőle élni, de nem látom a jövőt, és ez a legtragikusabb. Tehát távlatokra én nem is merlek tervezni, tehát olyan szinten nehéz most, de úgy gondolom nem csak szólistáknak, vagy egyes embereknek, hanem majdnem mindenkinek a kulturális életbe, tehát nem is tudom, hogy mi lesz. Tehát én nagyon szomorú vagyok emiatt, mert egyelőre nem látom, mondjuk világviszonylatban hanyatlik most minden, tehát nem csak itt az országon belül vannak nehézségek, de tényleg a művészet az úgy kezd nagyon a perifériára szorulni, tehát ez a legjobb szó, hogy perifériára szorulnak, már társadalmi rangjukat tekintve is a művészek, tehát régen egy neves fővárosi színész, ez egy neves fővárosi színész volt. Most
Nem érz. Én legalábbis ez csak az én női érzésem, tehát valahogy egy kevésbé elismert pozíció lett ismert művésznek, és mondjuk jó művésznek lenni, tehát ez a rengeteg dolog, ami felhígította tulajdonképpen az ismertség fogalmat is. Úgy gondolom, itt is nagyon sok képzavarban vannak az emberek. Hát még igen, de mondjuk ez a rengeteg valóságsó, és ez a sztártermelés, és most nem akarok itt kritizálni senkit, csak ez annyira pici ország, és boldogtalan embereket fogunk termelni iszonyú mennyiségben is. Minden egyes évben az előző év úgymond sztárjai egyre kevesebb munkához jutnak, mert jönnek az újak. Jó, persze ez mindig így van, csak ez most egy ilyen felgyorsult, abnormális dolog szerintem valamilyen szinten, és sajnálom őket, mert nagyon nagyon nehéz, és aztán utána boldogtalan emberekké válnak, ha nem tudják szinten tartani azt a fajta csillogást és örömöt és mindent, ami ebben jár adott esetben, ennek a jó oldala, mert hogy azért rossz is van értelemszerűen, de a jó oldala az hogyha egy kicsit, ez tényleg egy ilyen függőségi helyzetet alakít ki, hogyha egyszer megtapasztaltad azt, hogy most itt ezekről a fiatalokról beszélek alapvetően, akik úgymond még adott esetben mindenféle tudás nélkül ezekben a valóságsokban, vagy bárhol vártak ismerté, nem bírják feldolgozni egy idő után. Tehát ez egy nagyon furcsa pszichológia, neurológiai, inkább pszichológiai történet. De én nagyon aggódom, tehát itt szerintem nagyon komoly gondok lesznek a kulturális életben dolgozók, mindenki, igen, és ez mindenkire igen vonatkozik. Talán. Hát ugye régen azért megvoltak a nagy kórusok, a nagy szimfonikus zenekarok, ez gyakorlatilag igen, állástalan zenészek tömkerege próbál megélhetést biztosítani saját magának és a családjának. Igen. Most gondolj bele, hogyha a szólisták is, akik nagyon nevesek, milyen gondokkal küzdenek, akkor azok, akik a színpadi munkában segítik, azok még rosszabb helyzetben vannak. Hát nézd, értelemszerűen változott igen a világ, tehát az érdeklődés. De közben megnézd meg, hát most nemrég voltam egy BIPA koncerten, a nagy terem zsúfolásig tele volt. Hála jó Istennek, addig igen még nincs nagy igen baj, igen. Tehát a közönség az éhes a kultúrára, a jó darabokra, a jó koncertekre elmennek. Igen, csak már nincs pénzük, tudod, lesz. És ez igen a legszörnyebb, hogy valahogy pont az a réteg, az az értelmiségi réteg, aki kicsit, hát nem is kicsit, bizonyos esetekben nagyon is már az alatt a szint alatt él, és kell, hogy éljen, ami már nem engedheti meg magának, hogy elmenjen többször. Tehát régen még el tudott menni, még annó, de hát mondom, nem akarok itt ilyen mindegy, öreg asszony nosztalgikusan beszélni a régi azon, igen, időkről, hogy... mert nem erről van szó, csak meg mindig változik a világ, meg ez így is van rendjén. Csak valahol épp a kultúrának a szelete az most nem egy kicsit hanyatló tendenciát mutat, sajnos. Igen, sajnos vannak olyan területek, amelyeket fontosabbnak ítélnek meg, és pedig pontosan a legnehezebb időkben a kultúra az, ami tartja az emberekben a lelket. És tudod, mi nagyon érdekes, és akkor visszatérek a szalonra még egy mondat erejéig, hogy talán azért ennyire sikeres a szalon, mert hogy mindenki ül a kompjútere mellett. El vannak magányosodva az emberek, tényleg mindenki befordul, depressziós, rosszkedvű, és ez egy olyan hely, ahol, hogyha eljönnek ide hozzánk, ahol beszélgetnek, nagyon sok szerelem szövődött már nálunk, barátság, amire nagyon büszke vagyok, már járnak vissza évfordulózni, és én azt hiszem, hogy talán a szalonoknak ezért van most keletje, és itt nem csak a saját szalonomról, hanem azért, hál' Istennek ez most úgy felvirágzott, és talán ezek az intim kisebb kultúrát kínáló helyek lesznek a jövő lehetőségei úgy anyagilag a közönség számára, mint emberileg. Tehát egy ilyen emberléptékű közegbe jöhet el, és a művészt is test közelből ismerheted meg, és ez teljesen más, mondjuk, mint egy ilyen távoli nagy színpadról látni valakit. Én szívesen megnézlek egy távoli nagy színpadon is, és el fogok menni a szalon, hogy legközelebb nagyon kedves időben szólni, hogy össze tudjuk boronálni, mert nagyon-nagyon fölcsigáztál. Mi lesz a következő szalonbeli program? Most tulajdonképpen ennek a MIPA koncertnek lesz egy ilyen lecsengése. De jó. Most lenyelem a falatot. Mert most itt lesznek ilyen, tehát azért is festettem be tegnap az ajtót, mert amúgy is ecset volt, és mindenféle, ilyen hobbiból szoktam képzőművészkedni, de csak egy ilyen
tényleg kiegészítendő, meg nekem az egy nagy élmény, hogy odahúzom, és az ott marad, mert a zene az mindig elszáll. Tárgyilag létrehozott, legyen ez bármi, vagy egy étel például, már az is megesszük, az sem marad meg, de ezek olyan kreatív dolgok, amik engem így nagyon felvillanőznek, és most azért is vagyok ennyire boldog, mert tegnap olyan jókat dolgoztam ott a szalomban, hogy most erre készülök, úgyhogy lesz egy pár meglepetés kép is, akik eljönnek majd, és zongorázni fogok meg énekelni a koncertből, és már a koncert után létrejött dolgaimból. De ezek nem olyan kortás dolgok, amik nem hallgathatóak. Azt is meghallgatom. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. A műsor főtámogatója a Gundel étterem.